A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek tartotta, az ünnepségen pedig részt vett többek között P. Ábrahám Béla tartományfőnök, valamint P. Vitális Gábor tartományi vikárius plébános is. Az érsek beszédében azt mondta, a Szent Család templom körül működő közösségekhez tartozni felemelő érzés. Az Úristen szolgálni, az ő dicsőségét hirdetni, az mindig kiváltság. Istennek hála, megérdettük azt, hogy 10 év után most hálát adhatunk az Úristennek ezért a templomért, és ezért a közösségért, ezekért a közösségekért, amelyek itt a templomban és a templom körül virágoznak. A Szent Család templom alapozása 2003. augusztusában kezdődött, alapkövét október 11-én tették le, majd 2007. augusztus 25-én szentelték fel az új épületet. Az ünnepség egyik látványossága volt az épület makettjének kiállítása, valamint festményeket és rajzokat is megtekinthettek a résztvevők. A szertartáson és szentbeszédeken túl a nagy létszámmal megjelenő énekkar dallamát csodálhatták a hívők, amiket a vonósok is kísértek a szertartás végéig.